a következő pár percben, pontosabban mondva 3,5 percben egy olyan felvételt fogtok látni, amiben a tengerparton mászkálunk, lok, viszont kibaszott nagy a szél, ezért halkítsátok lejjebb egy picit a hangfalat, mert a szaj, a szélzajon kívül sok minden nem fog hallatszódni. Miután annak a 3,5 perces résznek vége van, beszélek tovább hozzátok. Nem tengerpart, hanem óceánpart. Csak mindig elbaszom valamiért. Ez a zsidó. Értem. A kurva anyját! Szóval, úgy volt, hogy munkába fogunk menni, aztán kiderült, hogy nem. Mert szabad nap lett hirtelen nyilván reggel korán. Legalábbis ezt az infót kaptuk a fülünkbe. Ezért már elindultunk munkába, kocsival. És úgy voltunk fel, hogy menjünk már valahova. Hova menjünk? Kastel még nem látta az óceánt, ezért a döntés az lett, hogy lemegyünk a legközelebb lévő óceán partra,
ami kereken 15-ös percnyire volt innen. És ez a tengerpart nem egy a féle komoly tengerpart, úgymond, ez a tengerpart random valahol, ugye. Nem nagyon van gondozva semmi, ez ilyen elhanyagolt környezet, mert itt alapból a víz minősége, meg mocsarassága, a környezet is mocsaras egy picit, nem alkalmas arra, hogy kiépítsek itt bármiféle komolyabb üdülő központot. De ez volt a legközelebb, gondoltuk, ugorjunk ki, nézzük meg, legalább csinálunk pár jó felvételt esetleg, vagy valami. Aztán, hát, az túlzás, hogy jó felvételek lettek, mert nem túlzottan. Meg ugye mondom, nagy szél volt a probléma, pedig simán vlogoltam volna, hogy úgyhogy a tenger a háttérben van, meg minden. Szépen lerakni állványra a telefont, vagy kamerát, vagy bármit. Azt vlogolászni. Így itt úgy, hogy tényleg a háttérben ott van nagy-nagy kék tengerség. Nem jött az össze sajnos. Tehát hallatszik a videóban, mekkora szél van, és még annál is nagyobb volt, főleg a végén. Nem is tudom, hogy ott milyen lesz a szélzaj, ugye, mert telefonnal vettem fel, meg át, nem rakom gépre a cuccokat, szóval nem bírom levenni a hangot se. Nem tudom, hogy egyesével lehet egy kicsit konfigurálni a fájlokat, amik készültek, mert az utolsóban tér konkrétan már az meg, mikor jöttem vissza a mólóról, ott gyakorlatilag nem tudtam jönni szembe. Szóval úgy jöttem, hogy dőltem előre, vagy 30 centit, és nem estem el, ugye? Nem úgy voltam, nagyjából egyenesen úgy nyomott vissza a szél. Az a durva volt. Azt hiszem, meg is fáztam egy picit, de nem végül, úgy tűnik, hogy nem. Meglepő, szóval rég tapasztaltam ilyen nagy szett, viharokban maximum. Meg alapból mostanában szeles időjárás van, de ugye a tenger, óceánpart, ott meg aztán főleg. Na mindegy. Azt így akartam levideózni azt a dolgot, meg berakni. Ennyi. Mindjárt folytatom majd. Vagy nem. Ték már március 3-a. Egész nagy hó esett éjszaka. Láttátok a reggeli felvételemnek a jelenet sorozatát. De már lassacskán el is olvad az egész. Szóval nem maradt meg hó, nem lesz semmi. Volt egy havas éjszaka, most meg jön a lucskos, olvadós szar. Ez van. Ez a videó, ez ennyi. Mert nem tudom folytatni, hogy mit mondhatnék jelenleg. Ez erről szólt, hogy kimentünk a strandra, azt már volt minden itt, azóta hó meg agyfasz. Két nap alatt itt megtörténik, bazd meg minden. Mindegy, sziasztok!